látogatni, és tényleg itt részben a látogatáson lesz a hangsúly, amely manapság is egy nagyon kiemelt turisztikai célpont, hiszen a kirándulók, a hegyvidékeket kedvelők, a vizitúrákat kedvelők járnak erre a vidékre, hiszen minden sportra kiválóan alkalmas. És hát közülük is elég kevesen tudják azt, hogy ezen a vidéken, ezen a 101 néhány kilométeres Isonzó folyó mentén, hát 100 évvel ezelőtt tengernyi vér folyt el, szószoros értelmében tengernyi vér, hiszen egy-egy hegycsúcsnak a megtartásáért, vagy elfoglalásáért ezerével áldozták fel a katonáknak az életét. Tehát ezt fogjuk megnézni ebből az alkalomból, legalábbis az északi részét ennek az Isonzó menti harcoknak, hiszen majd a következő előadás egy külön fejezet lesz, ami a Doberdó-fennsíkon vívott harcokat fogja hát bemutatni. Ugye maga a kezdőkép, az maradunk a hagyományoknál, tehát az a Rubikon számnak az előlapja, amely az első világháborúval kapcsolatos, és ahogy már a múltkor beszéltem róla, ugye ma már nem volt milyen imperista háborúnak egyébnek nevezik, hanem inkább Európa testvérháborújának, vagy más néven az Európa őskatasztrófájának, hiszen Európa soha többé nem lett az, ami az első világháború előtt volt, és bizony lehetséges az is, hogy a mai problémáink jelentős része, sőt biztos, hogy ide nyúlik vissza ez a háborúhoz. Tehát nem beszélve arról, hogy ha nincs első világháború, akkor nincs második, akkor nincs fasizmus, nincs bolsevizmus. Tehát beláthatatlan következménye lettnek volna, ha ez nincs. Persze a történelemben olyan, hogy mi lett volna, ha olyan nincsen, de azért érdemes elgondolkodni a dolgokat. Na akkor induljunk el ezen a sétán. Ugye picit, hogy értsük a dolgot, meg kell néznünk a helyzetet, ami az első világháború előtt volt, hogy ahogy melyek voltak azok az államok, amelyek szemben álltak egymással, ugye közkettő nevén a szövetségi rendszerek. A múltkor azt, vagy két előadással ezelőtt arról beszéltem, hogy milyen érdekek mentén sorakoznak föl ezek a nagyhatalmak. A lényeg az, ami nagyon jól látható a térképen, hogy gyakorlatilag Európa ketté szakad, két ellenséges tömbre, egyik oldalon a központi hatalmakkal, ugye Németországgal, az Osztrák-Magyar Monarchiával, illetve Olaszországgal. Ugye ezt hármas szövetségnek is szokás nevezni. Igaz, hogy a háború négy tagja volt, mert ugye a Románia is csatlakozott hozzá, de mégis inkább a központi hatalmak elnevezés hát ragadt meg a történetikákban. Ugye a másik oldalon ott van az Antant, Nagy-Britanniával, Franciaországgal és a cári Oroszországgal. Tehát ők állnak szembe a világháborúba, és amikor kitör 1914, ugye július végén, augusztus elején ez a háború, akkor az ő harcukkal kezdődik meg hát ez a küzdelem. Ugye minden állam, és még ehhez is egy picit vissza kell térnünk, tehát minden állam megfogalmazta, hogy mik az elképzelései, hogyan képzeli el ezt a háborút, tehát hogy a feltételezésekből indulnak ki, és ebben számukra most a monarchia érdekes, hiszen a magyar szereplésről szól ez az előadás sorozat. Ugye látjuk azt, hogy a monarchia katonai és politikai vezetői gyakorlatilag háromféle variációval számoltak, illetve alapvetően csak kettővel. Az első variáció az lesz, hogy egy Oroszország elleni háború, ugye ez a Ruszland az első hatalom az elvetővel jelzett variáció, tehát amikor Németországok közösen hát háborúzni fognak Oroszország ellen. Van a második variáció, ami az Oroszország és a Szerbia elleni háborút jelenti egyidejűleg, ez a B-betűvel a Balkán háború is ide csatlakozik hozzá. És valahol a monarchia vezetői hát ugye kezdetben nem bíztak az olaszokban, és azt is fontolgatták, vagy a számítra vették, hogy esetleg a szövetséges Olaszország ellen is lesz egy háború, ugye ez az Itálián az I-betűvel jelzett variáció. Azt elképzelhetetlenek tartották, hogy mind a három fronton egyszerre kelljen a monarchiának harcolni, tehát általában a történetben mindig a legrosszabb variációk következnek be, és a monarchia számára majd ez lesz a valóság.
Ugye megindul a világháború 1914-ben, látjuk a két hatalmi tömböt, ahogy azt a kötelet húzzák és megpróbálják hát a maguk javára billenteni. Egyik oldalon a központi hatalmakkal, a másik oldalon pedig az antant hatalmakkal, és a központi hatalmak legnagyobb megdöbbenésére a szövetséges Olaszország az a háború megindulás után nem sokkal, tehát 1914. júliusában egy semlegességi nyilatkozatot tesz, tehát bejelenti, hogy nem olyanok a viszonyok, hogy bármelyik fél oldala vagy teljesíteni tudja szövetségi kötelezettségét, és mondjuk a központi hatalmak oldalán belépjen a háborúba. Tehát ez furcsa dolog volt, és a szövetségesek között szokatlan, de hát beigazolni látszott a monarchia vezetőjének azt a gyan, az a gyanúja, hogy bizony Olaszország az nem egy megbízható hát, szövetséges. És hát ezt a későbbiek során ez csak megerősödött, hiszen az 1914-es év az katasztrofális volt a monarchia számára. Egyrészt kudarc volt Oroszországban, kudarc volt Szerbiában, tehát úgy nézett ki, hogy 1914 telén, tehát 15 kora tavaszán, hogy a központi hatalmak és ezen belül talán a monarchia hamarosan összeomlik, tehát így Oroszországnak még inkább nyomós indoka volt, hogy egy vesztesnek látszó félhez ne csatlakozzék. Azonban eljön 1915 tavasza, és május 2-án a ma már dél Lengyelországban, illetve Szlovákiában inkább, tehát a Szlovákiában az északi Kárpátok vonalában, a Gorlicénél egy újjászervezett osztrák-magyar és német hadsereg áttöri az orosz frontot, és hát nyomják vissza az orosz hadsereget messze Oroszországba, tehát nagyjából a Riga-Tarnopol vonalig, tehát több száz kilométert nyomunk előre, és súlyos csapást mérnek az orosz hadseregre. Így az Antant számára egyre fontosabb lesz, hogy Olaszországot a maga javára hát fordítsa, hogy az Antantnál szépjen be a háborúba, de ugyanakkor hát ez a központi hatalmak számára is fontos lenne, hiszen a még mindig azért súlyos helyzetben lévő monarchia, meg hát Németország is nem szeretne egy újabb frontot nyitni valahol hát Észak-Itáliában, és ezért hát megkezdődik a versenyfutás Olaszországért. Most ez a verseny, ez szabályos üzleti ajánlatás, és az olaszok persze egy kívánatos nőformájában jelennek meg ezen a korabeli plakáton, és ugye arról van szó, hogy ki tud többet ígérni. Hiszen amellett fogunk belépni a háborúba, mondják az olaszok, hát aki majd a mi igényeinket ki fogja elégíteni. Természetesen ebben az ígéret halmon vagy ígéret versenyben az antant hatalmak vannak jobb helyzetben, hiszen ők az ellenségeik területeit ígérhetik oda az olaszoknak, a központi hatalmak viszont a saját területeik hát rovására tehetnek ígéreteket az olaszoknak, vagy a saját szövetségeseik, mondjuk Törökországnak a rovására. Tehát ez azért sokkal nehezebb ügy ilyen módon egyezkedni, és nem is nagyon lesz ez sikeres a később ilyen folyamán. Most, melyek az olasz célok, amelyek végül is Olaszországot vezérli? Tehát tulajdonképpen, hogy szeretnénk megszerezni Dél-Tirolt, az a fönti háromszögot, ami benyúlik Olaszországba, tehát Tirolnak az olaszok lakta részeit, az Isonzó vidékét, tehát Görcvárosával, a Triesttel, és lent Dalmácia egyes részeit, protektorátot szeretnének Albánia fölött. Tudnék, az olaszok azt szeretnék, hogyha Brindisi és Albánia, tehát valóna kikötője az közel van egymáshoz. Erről van itt szó. Tehát ha mind a két felét az olaszok birtokolják, akkor gyakorlatilag lezárhatják az Adriai tengert, lezárhatják a monarchiát a tengeri kijárattól, és akár az Adriát egy olasz beltengerré változtassák. Hát persze ezen kívül még szerettek volna Törökország rovására, Dardanelles-szigeteknél, Anatóliában, Észak-Afrikában bizonyos területeket megszerezni, tehát ugye az igények azok igen jelentősek voltak. És így érkezünk el aztán tényleg késő tavaszra, amikor zajlik ez az ígéretverseny, ugye persze a propaganda is zajlik,
Tehát itt, amit látunk a képen, a baloldali képen, hogy egy lekötözött Balsaglieri, vagy Bensaglieri, tehát egy olasz elit gyalogos van oda, egy olasz ország vagy oda kötözve az oszlophoz, mint gúzsba kötött Itália, és a kívánatos nő pedig a Triest városát jelképezi, tehát mint a Triest városa hát várná az olasz legényeket, és hát majd az ki fogja szabadítani ebből a rabságból. Hát a másik oldalon is a leláncolt Olaszország látható, hogy a képszai osztrák sasnak az árnyékában, tehát onnan kell kiszabadítani ezt az Olaszországot. Tehát a propaganda ugye gőzerővel zajlik, hát olasz oldalról előkészítendő a háborút. És szépen meg is minden a maga útján, hogy végül is az olaszok eldöntik, hogy az Antant mellett fognak belépni a háborúba, hogy április 23-án megkötik a londoni titkos szerződést, amelyben nekik ígérnek mindent, tehát amit az előbb ott felsoroltunk. És jönnek most már a lépések, hogy május 3-án fölmondják a hármas szövetséget, és május 23-án pedig Olaszország ad a 15 központi hatalmaknak. Tehát ez a menetrendje a háborúba, hát lépésnek. Ugye ezzel kialakul a monarchiának a rémálma, ugye megszületik a harmadik hadszíntér, ahol harcolni kell az osztrák-magyar monarchiának. A svájci határtól a Dél-Tirolon át, Karintián keresztül az Isonzó vidékére, egészen le hát a Triesti öböl, tehát az Isonzónak a torkolatáig. Ugye látjuk, hogy a frontvonal az nem követi a határt, tudnék a monarchia katonai vezetői úgy döntenek, hogy védekezni fognak, ez érdekes lesz majd, és olyan helyre vonják vissza a hadsereget, vagy ott rendezkednek a védelemre, amely a védelemre leginkább alkalmas. Tehát inkább feladják a határmenti területeket, annak érdekében, hogy sikeresen meg tudják állítani az olaszoknak a támadását. Az olasz hadsereg úgy, ahogy fölkészül a háborúra, megkezdődik a hadsereg feltöltése, ez egy jó kis alattomos módon, mert először úgy tervezték, hogy a mozgósítás után, hát, vagy a hadüzenet után először a béke létszámú hát, hadi alakulatok fogják elfoglalni a célterületet, és akkor majd a mozgósítás során bevonuló katonákat hát ide viszik. Azonban már áprilisban megkezdődik a rejtett mozgósítás, olyan módon, hogy a katonákat behívják ahhoz a katonai alakulathoz, ahol harcolniuk, tehát ahol majd rangsor vagy létszámba veszik őket, és gyakorlatilag, amikor megtörténik a hadüzenet, onnantól kezdve már teljes létszámban, tehát feltöltve szállítják őket a hadszintérre. Hát ezzel igyekeznek teljesíteni az Antantnak azt az ígéretét, hogy egy hónappal a háború kitörése után, tehát, vagy a londoni szerződés után egy hónappal ugye megindítják a háborút. Általában az olasz hadsereg is olyan részekből áll, mint általában a hadseregek. Ugye a tüzérségből a gyalogság képezi a főerőket, van némi lovasság, de hát ez a világháborúban nagyon sokan kiderül, hogy semmire sem alkalmas. És ott van az olasz hadiflotta az Adriai tengeren, de hát sokat ott nem operál, inkább talán az Égei tengeren vagy a Földközi tengeren használják. És ezen belül van az olaszoknak két olyan katonai kontingensük, ami nagy hírnévre teszett a háborúval. Az egyik az Alpinik. Ugye ez benne van a nevükben, gondolom nem kell különösen hangsúlyozni, hogy a hegyvidékre kiképzett katonákról lesz szó. Főleg onnan is vonultatták be őket. Tehát sokan korábban hegymászók voltak, tehát hegyeket járták, tehát kiváló kondícióban vannak, kiválóan ismerik a hegyvidéket, tudnak alkalmazkodni a hegyvidék zord körülményeihez, és rendkívül kitartóan lesznek. Tehát ezeket felszerelik a hegyi háború szükséges eszközökkel, tehát sílécekkel, a szögesbakancsokkal, a mászóvasakkal, kötelekkel, tehát mindennel, ami gyakorlatilag a hegymászáshoz hoz kell. Ugye a másik a Balsaglieri alakulatok, ez alapvetően mesterlövész jelent, ezek voltak az olasz gyalogságnak az elit alakulatai. Ugye meg lehet őket ismerni a tollas kalapjukról, tehát meg a különleges módon meneteltek. Ezek a katonák rendkívül bátrak voltak, és harcedzettek, vagy legalábbis a háború során
nagyon gyorsan megtanulják, hogy mit kell csinálni, és a veszteségeskkel nem törődve törnek előre. Ez ma is megvan, ez a katonai alakulat Olaszországban, még az 1830-as évben hozzák létre, hát ma már nem olyan fegyvezettel, de a sapkájuk mellett most is ott van az a toll, mint ennek a katonának a fején. Tehát ma az olasz különleges alakulatokat nevezik így. Mit akarnak az olaszok? Ugye, és itt bejön egy érdekesség, hogy az olasz hadsereg az alapvetően a monarchiával szemben védekezni akart. Az osztrák-magyar monarchia meg támadni akart Olaszország ellen. Most amikor megindul a háború, akkor pontosan megfordulnak a szerepek. Az olaszoknak az Antant követelése miatt támadniuk kell, az osztrák-magyar monarchiának pedig nincs ereje támadni, hanem védekezésre rendezkedik be. Tehát igazából senkinek nem jön be az elképzelése. Tehát gyorsan át kell alakítani a haditerveket, és amit itt látunk, az az olasz elképzelés. Hát annyit érdemes tudni, hogy ez egy magas hegyes vidék, tehát majd nél látjuk a következőkben, tehát magas hegyes vidék, igazából, hogy benyomuljanak a monarchia központi területeire, erre két helyen van esély, tehát ha északon kijutnak a drávának a völgyébe, és ott nyomulnak előre, a másik pedig lent délen, a tengerpart és a Görc városa közötti részeken, tehát úgy be tudnak nyomulni ugye a Lajbáki vagy Ljubljánai medencébe, vagy délre el tudnak fordulni Triest-Fiume irányába, tehát a vágyott tengerpart, a Dalmát tengerpart megszerzésének az irányába. Tehát ezt nagyon jól tudják a monarchia vezetői is. És hát erre készülnek majd föl. Az olasz hadsereget úgy állítják föl, hogy négy hadseregbe szervezik, kettő van a Tiroli hadszíntéren, és két hadsereg pedig hát az Isonzó mentén és a Karintiában sorakozik föl a monarchia ellen. Ugye fő irányba a harmadik olasz hadsereg, ugye Félix Aorta herceggel az élet, akiről majd később szó lesz. Ugye ezen a képen ez látható, ez a frontvonal egészen fönt északtól, hát mondjuk a Krüm fölötti része az nincs rajta, azt majd egy másik képen fogjuk megnézni. Látjuk azt, hogy az Isonz, nagyjából az Isonzó folyó mentén helyezkedik el. Alapvetően az Isonzónak a bal partján, tudik az Isonzó egy szűk völgybe folyik, mind a két oldalán hegyek vannak. Tehát a folyó mellett nem lehet berendezkedni védelemre, mert az ellenfél mindent látott a másik oldalról, tehát a védősereget föl kellett vinni az Isonzó balpartján lévő hegyeknek a tetejére, a csúcsaira, meg a hegygerincre. Azonban két helyen hagynak az Isonzó jobb partján is hitfőket, az egyik az lent Görc városánál, tehát az itt, a másik pedig fönt Tolmeinnél, vagy Tolmin városánál, tehát itt van a monarchiának két hitfője, hogyha úgy alakul a dolog, akkor ebből kiindulva hát egy ellentámadást tudjanak végrehajtani, és alapvetően majd a harcoknak a nagy része igazából hát a toll vagy a tollmentől, vagy úgy tetszik a Brisley-hegy csúcstól délre fekvő területeken zajlik le, tehát följebb is zajlik ez, de ez nagyjából csak 1915 nyarán, meg kora őszén, és akkor utána elcsendesednek a harcok, ott rájönnek a részek, hogy nem mennek semmire, tehát annál inkább tombol ezen a déli szakaszon majd végig a dolog. Ugye ez egy, az a jó kép, ami a Google-ról van letöltve, tehát egy mai felvétel természetesen, ami mutatja a terepviszonyokat. Tehát amit most fönt látunk az előbb, az északi részét, tehát innen a Bovecsi medencétől húzódik, szépen ugye itt a Isonzó, és erre ezeken a hegycsúcsokon fut végig a védelmi vonal, és megy arra tovább lefele, hát a Dobeldú-fennsík felé. Ugye ez már egy a háború megindulása utáni állapot, amikor az olaszok már elfoglalták a jelentősebb hegycsúcsokat, tehát nagyjából így néz ki a helyszín. Ugye a magas hegyekkel, ugye ez egy másik nézete a dolognak, tehát ez a magyar oldal felől nézi a déli részt. Ugye itt a Krün csúccsal, tehát itt a Krün, a Batognica, és akkor így megyünk tovább, ez a híres híret Mrizli, amiről már azért néhány dolgot majd el szeretnék mondani. Tehát ezek mind, ugye a Krün 2200 méteres, akkor 2244 méteres, a Batognica 2000
160 méteres, tehát mint ilyen 2000 méter fölötti hegyekről van szó. És hát ez egy jó kép az Isonzó völgye, ugye ott lent a folyó, két oldalt pedig a hegyek. Ugye hát egyik oldalon a kezdetben először ott vannak az olaszok, a másik oldalon ott lesznek a magyarok a hegycsúcsokon. És aki támadni akartanak, át kellett kelni az Isonzón és fölmenni a hegy oldalon. Tehát ezt valahogy úgy lehetne elképzelni, hogy mindenki járt már Pesten. Igaz? Mintha a magyarok fönt lennének a Gellérhegynek a tetején, az olaszok pedig átkelnének a Dunán, és utána mennének fölfele a Gellérhegy oldalán. Ott kapaszkodnának fölfele. És a magyarok ott vannak a Gellérhegy oldalán, nem a legtetején, a Gellérhegy Dunafelé oldalán beásva, és onnan lövöldöznek a fölfele jövőkről, vagy a jövőkre. És az olasz tüzérség ott van a másik oldalon, meg a fényszórók, és éjszaka megvilágítják a Gellérhegy oldalát, és éjjel-nappal majd ágyúzzák a másik oldalról. Tehát is oda kell jutni a magyar katonáknak is egy másik oldaláról, tehát egy igen kemény helyzet van itt minden tekintetben. Most maga az Isonzó völgynek a déli kijárata ez, amit itt látunk. Tehát itt most nehezebben látható, itt van lent az Isonzó, itt. Itt most innen jövünk és megyünk délfelé. Ugye három hegycsúcs zárja le ezt a kijáratot. Ugye ez a Monte San Gabrielről van fényképezve, ezt a nyáron csináltuk. Ugye a Monte Santo, ugye a halálhegynek is nevezték, a tetején a kolostorral, a másik oldalon a Monte Sabotinoval, és ez pedig a Monte San Gabrielre, ugye ez is a halálhegy volt, ugye itt járja meg majd a többek között néhány magyar legény is a poklát, tehát ez majd a későbbi dolog lesz. És ezt el lehet képzelni ott, hogy itt egyik hegytetőn az egyik, a másik hegytetőn a másik, és akkor ott kellett valahogyan dűlőre jutni. És ez pedig a Monte San Gabriel a déli része, hát magának a hadszíntérnek. Tehát ez itt Görz városa, vagy Borízia városa, amit látható. Ugye itt megy az Isonzó, kanyarodik erre fele. Ugye itt lesz majd a híres hírek véres podgóra egy magaslat, ami védte a várost, itt van fönt a Monte Sabotino, és ez a távolba vesző, ködös, hát pici dombvidék, az lesz a Dobeldói fennsík. Tehát itt van a Monte Sant Michele, tehát ez a csúcs, ez a legmagasabb, ez a második, ott lesz majd a Vallonevöl, hát ami ketté vágja az egészet. Tehát tiszta időben szépen rálátni az egészre, és hát el lehet képzelni, hogy amikor viszik oda a katonákat, és itt hát pihentetik őket lent a völgybe, és azok rálátnak a Dobeldói fennsíkra. Ahol éjjel-nappal egy totál vörös fényben úszik az egész, hiszen nappal meg füstfelhő borítja az egészet, mert éjjel-nappal lőtt az olasz tüzérség több oldalon. Tehát ez a déli része az egésznek. Ugye maga ugye valahogy meg kellett közelíteni ezt az Isonzó völgyét, hát alapvetően vagy északról, vagy délről lehetett megközelíteni, illetve hát Ljubljanából kiindulva ment egy vasútvonal Tolmeinig, de hát annak elég csekély volt a szállítási kapacitása. Hát ha jól olvastam, akkor naponta 13 ilyen 100 tenger szerelvényt tudott elmenni, hogy az 50 vasúti kocsik jelent. Tehát annyit bírt el az útvonal. És a másik az délen ment a másik vasút, tehát az Boríziába ment. Ez körülbelül 31 néhány ilyen 100 tengelyes szerelvény bírt el. Tehát ami pontos menetrendel. Most ez itt nem mond semmit persze, de mondjuk amikor készül majd egy ellentámadás, vagy oda kell szállítani a csapatokat, akkor néhány hét leforgás alatt 2-3 ezer ilyen 100 tengelyes vasúti szerelvényt kell odajutatni. Tehát el lehet képzelni, hogy meg kell szervezni a menetrendet, hogy azok odafele, hogy mennek a vonatok, meg visszafele, hogy mennek a vonatok, meg hogy kipakolják őket, ne várakozzanak, vagy ez micsoda logisztikát jelent, ezt mindig sikerült megoldani. A másik az északról történő bejárás. Ugye ez az egyik útvonal a Visicshágon keresztül vezető út. Ez Szlovénia legmagasabb hágója, 1600 méter magas, és ez a történelem előtti, tehát nagyon régóta használatos út volt, de hát inkább ilyen ösvény. Elég zord az időjárás, itt még nyáron is, majd arról is látunk képen, de viszont rettentő szükség volt rá, hogy itt megépítsék ezt az utat, és 1915-ben több mint 10 ezer orosz hadifoglyot visznek erre a vidékre,
és neki állnak az utat megépíteni velük. Úgyhogy szakaszokra osztották az utat, és mindegyik szakasz külön alakulat csinálta, külön vezénylettel, hogy időre kész legyen, és 16 elejére gyakorlatilag kész van az út. Hát ami ma is ember próbál a feladat fölmenni rajta, még autóval is. Tehát el lehet képzelni, hogy akkor annak idején lovas szekérrel, hogy föl kell menni, hogy az autó egyes bekapaszkodik, amikor a kanyarba, a 180 fokos kanyarba meg kell fordulni és elindulni fölfelé. Akkor viszont a lovas kocsikkal föl kellett menni ezen a hágon, meg le is kellett menni a hágon. És manapság az ember beleporsózik a hát, amikor meglátjuk, hogy biciklivel mennek lefele. Tehát az valami eszméletlen. Tehát ránézni is rossz, hogy ilyen meredek hegyoldalon, és ott van a, én tudom én, a 800 méteres szakadék, és szépen mennek lefele biciklire. Tehát ez az egyik, sok-sok ezer halt meg közülük. 1916 márciusában, addig nem nagyon esett hó a vidéken, akkor viszont hatalmas havazás volt, és hát a hegyoldalon elindult egy lavina omlás, ami több ezer foglyot temetett be. És az ő emlékükre építik föl majd az orosz katonák az orosz kápolnát, ugye a Visészhágó oldalában, ami egy fából készült, gyönyörűséges kis kápolna, tehát a szépen föl van újítva, tehát aki, és úgy mellett ugye az eleseteknek, tehát a meghaltaknak az emlékű az a kis hulla ott, amit láthatunk. Tehát ma is nagyon szép, hát bemenni nem lehet, ezt nem is tudtunk a nyáron, de körbe lehet járni, nem nagy az egész, tehát talán akkor az épület, mint ez a terem. Tehát maga az alapja az épületnek, de amúgy gyönyörű. Tehát valaki van, hogy nem is ugye elkerülje, mert az mellett megy az út fölfele. Ugye a másik a Pretilhágon keresztül, hát ez Tarvízió, hát aki majd szeretné ott a térképen meg lehetne nézni, hogy emlékezzünk rá. Ugye Tarvízió felől, tehát Klagenfurt felől jöttek a vonatok, Tarvízióba rakottak ki, és a Pretilhágon keresztül masíroztak be a katonák ide a völgybe. Viszont ugye az volt a baj, hogy előbb-utóbb az olasz tüzérségnek a hatókörébe került, ahogy nyomultak előre az olaszok, és akkor kitalálva rájöttek arra, hogy tehát itt majdnem Tarvízió, meg Lombon Mangát között, ez már bent van a völgyben egy erőd, ami védi a völgyet, tehát van egy régi elhagyatott bánya alagút, és ezt kitisztították, ezt a bánya alagutat, meg felújították a benne lévő vasutat, és innentől kezdve ugye kiszállnak a katonák a vonatból az Alpoknak, tehát itt az északi oldalán, beülnek ezekbe a kis vasúti kocsikba, szépen átforrogazzák őket a hegy alatt, és kipakolják a hegynek a másik oldalát. Tehát nem kell nekik átgyalogolni a hágón, hanem ilyen módon oldják meg a szállításukat. Tehát ma szépen felújítva ott van ez a kijárat, és hát meg lehet nézni. Ugye ez egy ilyen domborzati térkép az egészről. Ugye hát itt is, ha mutassam, ugye mondtam, hogy a szemszoros alulról főfele megyünk, tehát az Isonzónak a torkolata a Trieste öbölbe, és innen megy fölfele, szépen kanyarog erre, szépen befele, és megy erre egészen hátra, egész ott a 3000 méteres hegyek közé. Ugye itt van a Doberdó-fennsík, tehát ami érdekel bennünket. Ugye itt van a Monte Sabotino, itt van a Podgora, itt van a Monte San Gabriele és a Monte Santo. Tehát ezek a hegyek, amik védik itt a bejáratát, vagy a kijáratát, attól, hogy nézzük. De mind a kettő fontos volt, meg fontos lesz majd a későbbiek során. És a följebb persze, meg azok a hegyek, amiről hát majd szó lesz, hogy a Vencsizatensík, meg a többi. Na most, ugye amikor ugye el kell dönteni, hogy mit csináljanak, akkor hát nagyon egyszerű, vita van, hogy mi legyen, mert vannak olyan katonai vezetők, itt például József főherceg a 7. hadtárs parancsnoka, aki azt javasolja, hogy legalábbis lent délen a Doberdó-fennsíkon, hogy tolják előre a védelmi vonat a folyóig, mert könnyebb védekezni. Aztán ezt elvetik, és a masszív állásvédelem mellett döntenek, ugye a fennsíknak az oldalában, meg a hegytetőkön, és ugye ezt a híres hát, parancsot, vagy utasítást, ugye Svetozár Borovics tábornok mondja, vagy adja ki, aki itt az Isonzó völgyében harcoló 5. osztrák-magyar hadsereg parancsnoka lesz, az egyik legkiválóbb és legsikeresebb hát, katona volt a monarchia tábornoki karában.
az mindenben van egy ilyen rugalmasabb védelem, hiszen ez miatt vannak az írtóztató veszteségek, főleg lent a déli részeken, de tény is való, hogy az olaszoknak nem sikerül áttörniük, és hát nem tudnak vereséget mérni, főleg a magyar csapatokra jutott állomásoknak. Amit elveszítenek területet, az úgy ürítik ki, tehát feladják a katonai okok miatt. És hogy eljussunk, hogy mi is történik, amikor az olaszok, tehát látszik, hogy baj van, akkor valahonnan össze kell kaparni azt a hadsereget, amit oda küldenek az Isonzó mellé. Tudnélik, alig van katonasága a déli részeken, hát néhány katonai alakulat van, aztán pénzügyőrök, csendőrök, vasutas alakulatok vannak ott, összességében talán néhány ezer ember. És szerencsére az olaszok nem támadnak. Tehát nem üzennek hadat gyorsan, miután kiléptek a hármas szövetségből, hanem szinte időt adnak a vonalhiának arra, hogy megerősítsék a térségnek a védelmét. És ez gőzerővel zajlik, hogy a szerb hadszintére nyugalom van, tehát egy hadtestet onnan visznek át az Isonzón mellékére, és a másik pedig Oroszországban sikeresen halad előre a támadás, és az ott harcoló alakulatok közül a hadsereg tartalékát, a harmadik hadsereg tartalékát képező hetedik hadtestet úgy döntenek, hogy az átviszik az olasz hadszintérre. Ugye ez lesz a híres, a József főherceg által vezényelt hetedik hadtest, amely két honvéd hadosztályból áll, és egy kötös hadosztályból. Tehát egy honvéd és egy kötös hadosztály, ugye a 20. honvéd hadosztály és a 17. közös hadosztály alkotják ezt a hadtestet, amely aztán innentől kezdve a legsúlyosabb harcokban vesz részt. Először itt a magashegyi harcokban, aztán a Doberdói fennsík védelmében, aztán végül is majd a Monte San Gabriele védelmében, tehát ahol a legnagyobb veszteségeket szenvedi el. Ugye ez a 20. honvéd hadosztály, ez a monarchia egyik legjobb katonai alakulata lesz. Hát az, hogy gárda hadosztály, az nem létezett ilyen titulus a monarchia haderejében, de mégis úgy tekintenek rá, hogy ez kiérdemli a gárda hadosztály elnevezést, hiszen olyan vitézül és olyan sikeresen harcol ez a hadosztály. Igaz, hogy az állományát időként elveszítette. Tehát az lecserélődött úgy időközben nagy része, hiszen írtóztató veszteségeket szenved. Tehát ezeket a katonákat május végén kezdik el átszállítani ide a hadszintérre, és június elején már fel is küldik őket azokra a hegycsúcsokra, amelyeket meg kéne védeni. De mi a probléma velük? Az első az, hogy ezek a katonák nincsenek kiképezve magashegyi harcokra. Ugye maga a 20. a honvéd hadosztálynak gyakorlatilag azt mondja, hogy 3-4 ezredből áll. A Székesfehérvári 17-es honvéd gyalogezred, ahova a faddiakat is vitték. A budapesti honvéd gyalogezred, 1-es honvéd gyalogezred, debreceni gyalogezred, meg a nagyváradi 4. honvéd gyalogezred. Tehát ők alkotják. Tehát, hogyha ezt körülnézzünk, akkor tulajdonképpen mindegyik síkvidéki katona. Tehát életükben a legnagyobb domb az 3 méter magas volt, most elviszik őket a 2000 méter magas hegyek közé. Tehát erre nincsenek fölkészülve. Nincsenek kiképezve, nincs is idő rá, hogy kiképezzék őket, hiszen szükség van rájuk. A másik nagy probléma, hogy nincsenek ellátva olyan ruházattal, ami ide kellene. Tudni, amikor elhozzák őket Oroszországból, akkor leveszik a téli ruházatot, mondván azt, hogy hát meleg vidékre viszik őket, ott nem kell a téli ruházat. Most június elején fölviszik őket a 2000 méteres csúcsokra, ahol bizony még éjszaka fagyok vannak. Tehát is leírják a források, hogy sokszor sírtak, tehát annyira fáztak a katonák, hogy sírtak. Hogy nem bírják a fát, hiszen tüzet gyújtani nem lehetett, mert fa az nem volt, majd ezt is látjuk később. Tehát a nyári ruhába, ami persze mégsem volt olyan vékony, mert ugye a katonák ruházata az két részből áll, de mivel posztóból készült az egyenruha, az nagyon szúrt. Ezért hát ilyen flaner alsót viseltek az egyenruha alatt, de még ez sem volt elég, hát a mínusz
4-5-8-10 fok hidegek volt vannak még június elején, meg adott esetben hát még méteres havak. Tehát ezt borzasztó nehéz volt elviselni, és ilyen körülmények között kellett volna hát sikeres harcokat vívni ezeknek az embereknek. És pontosan ezekkel a jól képzett olasz alakulatokkal, hiszen itt akiket láttunk, ezek az olasz alpini, ugye meg lehet ismerni őket a tornyukról, ami a sapkájukon föltűnt, és leírják a források, hogy a lehető leglehetetlenebb helyeken bukkantak föl. Tehát ott nem is számítottak rá, hogy onnan meg lehet közelíteni az állatot, onnan jöttek ezek az olasz katonák, hiszen kiváló hegymászók voltak. Hát ez egy rácsibelet, nem? Ugye, ez gondolom ismerős a kép, legalább annyira nem látszik, hogy kik vannak rajta, de az az állatot, gondolom lehet látni, hogy ez a Vrisic hágon készült augusztusban, ahol -1 fok volt, mondjuk, és havas eső esett. Tehát, vagy ilyen 0 fok, tehát és olyan szél fújt, hogy majdnem itt bennünket a hágó tetejéről. Tehát teljesen augusztus 20-18-án volt, tehát amikor a legmelegebb nyári napok elvileg, és ugye lent a völgyben a rekkenő hőség volt, 35 fok meleg, itt följöttünk a hágóra, itt megmondom 0, vagy éjszaka biztos, hogy mínuszok voltak, és olyan hideg, hogy majd megdermedtünk. Hát csak azért nem öltöztünk be, mert nem volt el, hogy másúba gondoltuk, kiszállunk egy kicsit, amikor már fölünk nem tudnánk ki, és jó, ez nem úgy jártunk, igen. És itt is egy másik kép, ezek a magyar katonákat ábrázolja, ugye fönt a hegyek között. Azért látni azt is, hogy maga, ahol vannak ezek a szerencsétlenek, azok az állások. Tehát szó sincs lövészárokról, hogy ilyet tudnának ásni, hanem ott a mellettük, hogy előttük ott vannak a drótakadályok, azoknak a fa alkatrészei. Tehát ott vannak berakva a hegyoldalba, aztán a követ mögé. Amíg követ ki tudtak onnan mozgatni, hogy bebújni mögé, és sokszor annyi volt, hogy egész nap ott kellett fejlődni, és tudtak mozdulni. Hanem egész nap hasaltak a kő mögött, ami ott volt, mert ha felemelték a fejüket, már jött a puskagolyó vagy az ágyú lövedék. Tehát éjszaka esetleg meg tudtak volna, de akkor megjöttek a reflektorok, megvilágították a hegyet, akkor sem lehet mozogni. Tehát mikor cserélik őket, akkor is óriási veszteségek vannak, mert akkor persze lövöldöznek az olaszok. Tehát amíg ilyen esős idő volt, vagy ködös idő, az elég gyakori, hogy akkor próbálják meg azért lecserélni az állomásokat, szóval nem volt ki persze, mert az ön az első hónapban meghalt a katonáknak az ágyúzás miatt, meg a sorozatos támadások miatt. És itt kellett eltölteni 8-10 napot. Mert 8-10 naponta cserélték le őket, hát már többi túlélte a dolgot. Ugye ételt azt ilyen körülmények között napjában esetleg éjszaka kaptak. De nem tudják oda vinni a meleg ételt, hanem hidegen ér oda. Ugye megmelegíteni nem lehet. Most tessék elképzelni, hogy mondjuk a mínuszokban, meg télen, és még az sincs meg, hogy valami kis meleg kaját kapnánk, hanem azt a kihűlt ételt kell megenni, amit nagy nehezen oda visznek. És pedig a hadvezetés mindent elkövetett, hogy megpróbálja a katonák élelmezését javítani, a civileket bevonták a szállításba, legalábbis a hegy oldaláig, ahonnan nem voltak veszélybe. Tehát igyekeztek a lehetőség szerint, hogy a tápláló ételeket csinálni a katonáknak, de ez nem hát volt elegendő a körülmények miatt. Tehát ez nem lehetett normálisan elfogyasztani. Tehát így elég nehéz helyzetben vannak. Most valahogy védekezni kellett az olasz ágyutűz, meg a hideg ellen, és ezt a célt szolgálták a kavernák, ugye ez a Krün oldalában készült ez a felvétel, ez egy gyakorlatilag mesterséges barlangok. Tehát ott, ahol megrepett a hegy, vagy eleve volt valamiféle üreg, ott a katonák nekiálltak egy barlangot fúrni. És belementek a hegy belsejébe, most először amivel tudtak, tehát feszítővasakkal, vésővel, kalapáccsal, később aztán, ahol lehetett, ott már hoztak légkompresszorokat és légkalapáccsal, tehát ami nem a veszélyt oldalon volt, tehát légkalapáccsal csinálták meg ezeket a barlangokat, és sokszor 50-100 méterre bementek a hegy belsejébe. Tehát amikor napközben, vagy akár éjszaka is, amikor ágyutűz volt, akkor a katonák nagy része ezekben a barlangokban, vagy a kavernáknak nevezték ezeket a mesterséges barlangokat, tehát ezekben húzta meg magát, és csak a megfigyelők voltak kint a lövészáknak nevezett kőhalmok között, akik állandóan figyelték az olaszokat, és hogyha riadót fújtak, akkor a katonák rohantak ki ebből a kavernából az állásaikba. Persze nem 80 métert kellett szaladni, hanem sok ilyet fújtak, hogy lehet, hogy gyorsan kiérjenek.
Mert hogyha beszorultak, akkor nagy baj volt, hogyha mondjuk az olaszok elfoglalták a bejáratot, és nem volt másik kijárata. Ám hogy lesz a dobedói fensíkon, hogy a budapesti Honvéd zászlónak a katonái 3 napon keresztül harcolnak a beszorulva az alagútba. Mire aztán ki tudnak törni belőle. Tehát ilyenek előfordulnak itt elég gyakran. Tehát ez adott valamiféle védelmet, de hát ez sem volt leányálom, hiszen amikor a tüzérség lőtt a nehéz tüzérség, akkor remegett az egész, potyogott a szikla a fejükre, de nem lehetett kimenni, innen sebesültek, öröknek, halottak ott vannak, a vizelet, a széklet, minden ott van bent, mert semmit nem lehet kimenni, tehát sehol nem lehet kimenni. Tehát érdőtlen bűz van bent, tele bogárral, mindennel, tehát és napokon keresztül itt vannak bent, amikor nem tudnak kijönni az áldozás miatt. Tehát egy iszonyú embertelen hát helyzet volt, de ez még mindig jobb volt, mint a sziklák között feküdni, hát egész nap vagy egész éjszak, ugye mozdulatlanul. Mert nem lehetett megmozdulni. Ugye az olaszok, mivel igazából a vonali hadserege nincs fölkészülve erre stílusú háborúra, kezdve az olaszok érnek el sikereket. Tudni illik, ezt nem úgy képzeljük el ezt a magashegyi háborút, hogy szilárd frontvonal húzódik, hanem ott esik ez elképzelni, hogy a kiemelkedő csúcsokat megszállták, ott igyekeztek kívülni, mint egy erődöt, egy középkori erődöt. Azt egy-két század, vagy egy zászlóanyi erővel megszállták, kiépítették maguknak, vagy az olaszok, vagy a magyarok, és onnantól ágyukat visznek föl, tehát főcipelik az ágyuk 2246 méterre. Úgyhogy 200 ember húzza fölfele a nehéz löveinek a csövét. Hogy föl tudják vinni. Meg a lövegtalpat, mindent, ma is ott rostásodik föl, legalábbis amit mi láttunk. És utána innen belövik az egész környéket, amerre belátnak. Tehát és a harcok majd ezeknek a hegycsúcsoknak az elfoglalása, visszafoglása zajlanak. Ugye a hegycsúcsok között lévő gerincet, az kezdetben őrjáratokkal biztosítják, tehát sűrűn mennek az őrjáratok, hogy oda az ellenfél ne jusson föl. De ha följutott, akkor elég baj volt vele. Most az uralkodó magaslat az a Krün, vagy a Montenegro, ugye olaszul, ami 2246 méter magas, ugye Kobarid és Tolmein között helyezkedik el. Hát ez a két fénykép, ugye ez hát olyan fél útról, hát három útról fölfele. Ez a jobboldali kép. Ott van fönt a csúcsot fegyelni fönt. Most ez egy ilyen meredek. Ugye elképzeljük, tehát 1000 méterig föl lehet menni autóval, 1000 méterről kell gyalogolni, tehát 1246 méter, az 4,5 óra fölfele. Tehát addig tartunk. Mert ilyen cicakba lehet csak menni, egyenesen nem, mert akkor az megül az ember. És amit látunk, az nem zöld mező, hanem szikla. Kőtön menik, csak a gaz ugye kijön közötte. Tehát nem ugyan megyünk fölfele, hanem minden lépés meg kell nézni, hova lépsz, hogy nem akarod, hogy a bokát kitörjön. És oda kellett ugye fölmenni a katonáknak arra a hegyre, volt, hogy naponta kétszer. Én majd meghaltam, mire visszaértünk. Jó, hát persze nem 60 évesen mentek oda föl, hanem 20 évesen, de hát akkor is. Tehát nem egy akármilyen hegycsúcsról van szó. Na most ez kezdetben magyar kézen volt, azonban 1915. június 21-én éjszaka az alpinik meglepték a nagyváradi gyalogezrednek a katonáit. Hiába volt őrség, tehát közelükbe jutottak, és lerohanták őket, és nagyon súlyos harcokban legyűrik a védőket. Ugye hát nagyon érdekes mozzanat kapcsolódik hozzá, és hát az, hogy Való Barna, ugye ezredes a zászló parancsnoka, vagy a csúcsot védő erőnek a parancsnoka, ugye telefonál az egyik telefonállásból, hogy támadás ér bennünket, nagy baj van, és akkor beleszól egy idegen hang a telefonba, hogy nem baj, mert nem sokára foglyok lesztek. Az már egy olasz volt. Tehát a másik telefonállás már elfoglalták az olaszok, és visszaszólt, hogy foglyok lesztek nem sokára, és foglyok is lettek. Tehát több mint 300 foglyot ejtenek az olaszok, és rengeteg a halott, maga a parancsnok a balokban sebesülten olasz fogságba esik, de a lényeg az, hogy elesik a Krün. Tehát ez egy nagyon súlyos csapás volt a védelem szempontjából,
hiszen ha innen az olaszok előre tudnak törni, akkor gyakorlatilag megkerülik a tolmaink védelmező csapatokat, az pedig az egész isonzó front összeomlását jelenteni. Ezért megpróbál mindent elkövetnek, hogy visszafoglalják, azonban ez nem sikerül. Óriási veszteségek lesznek, de nem tudják visszafoglalni hát ezt a csúcsot, illetve mellette lévő Vratát, meg a Visic csúcsot sem. Tehát ezek olasz kézzel lesznek egészen 1917 őszéig. Na most ekkor ugye a mögöttel lévő hegycsúcsokon építik ki az újabb magyar állásokat, és onnan hát próbálják meg az olaszokat föltartóztatni. Hát egy korabeli felvétel ugye a dróntakadályokról, tehát ott húzódnak a dróntakadályok szépen, és a mögötte ott vannak az állások. Ez a hegy oldalba, ilyen hegy oldalba. Ez a pont a hegynek a másik oldaláról van a felvétel, tehát nem ahonnan az előbb néztük, itt jobb oldalt van az a kettős csúcs, az a krün, és mellett ez a másik, az a Batonica, arról majd megint csak lesz kép. És ez az egész, tehát ez egy ilyen morzsalékos kő. Tehát nem is ilyen szilárd, hanem mintha mit folyik. Tehát, hogy nem tudom milyen kő, hát ahhoz utána kellene nézni, tehát az időjárás szépen morzsolja az egészet, de majdnem bele is voltam a dologba. Tudni nem itt, hanem a Brissett hágónál, a Gergelyen fönt voltunk egy-egy csúcson, hanem ilyen magason, és volt egy ilyen lehető, hogy menjünk le, ott mondom, nem hülyeség, nem megyünk le. De menjünk le, gyorsabban leérünk, jó, beleegyeztem én, ugye. És elkezdtünk lefele menni, én mentem elő, és egyszer csak elkezdett hozogni a talaj, mondtam, hogy na, ne is induljál, maradj ott fönt a hegyen, most már én majd valamit csinálok. Nem tudtam visszamenni. Annyira csúszott, vagy a kövek voltak minden fele, egyszerűen ott a fölfele megyek és támaszkodni kell, kirúgom magamon a követ, és ott lezugok vele, ilyen lehető volt. Úgyhogy átmentem a másik oldalra, ilyen oldalhoz, hogy ott visszamegyek, ott sem tudtam visszamenni, akkor negyed órát álltam így kézlám, hogy most mi lesz, hogy merre menjek. És a végén nagy nehezen, ilyen 3-4 óra alatt azt a 200 métert lementem, de a halálfélelem az elért. A Gergely futkározott fönt, hogy apa, megyek így, ahogy ezt mondom, ott maradsz fönt, de hogy elinduljál, majd én valahogy lehet, kérlek. Keresek kötelet, mondom, és lesz már kötelet. Innentől kezdve, mikor mentünk a másik csúcsokra, a vontató kötelet belerakta a hátizsákját, és hozta magához. Hogyha ne találták ki el, akkor legyen mivel mentem. Tehát nem volt több szerencsére. Tehát ez egy jó példa volt arra, hogy a hegy az nem játék. Tehát én a naív, ugye a hős, hát majd mászunk volt, hát miért ne. Ott nem lehet. Tehát ott az ember tesz egy rossz lépést, vagy egy rossz döntés, és ott hal meg. Tehát ugye elképzeltem, mi lesz belőle, mire leérek oda az aljára, hogy megfordult a fejem adott. Tehát ilyet soha többet nem tudunk csinálni, az biztos. Tehát ezt nem sikerült megvédeni, sőt, drótakadály ma. Tehát ha ma ide fölmászik, akkor bizony ott vannak a szöget drótnak a maradványai, elrontásodva, de hát a rőszertől kezdve, a katonák csajkájáig, a rossz bakancsig, ágyulövedékig, minden van. Ágyutal, hogy azt már nem húzták le, mert biztos összeszedték a háború után a vasat, tehát az ágyúcsert még legörgették a domboldon, de az ágyutalra ott hagyták fönn, szépen ott rontásodik. De tele van a helytető ilyenekkel, ilyen maradványokkal. Tehát mint egy mementónak a dologból. És hát itt talán itt látni, hogy maga milyen az egész vidék, hogy ez a kő-kő hátán. Hogy itt ez a krünnek a majdnem a csúcsa, ez a csúcs alatt van egy menedékház, 50 méterrel a csúcs alatt. Tehát ez még mögött ott van fölfele, csak picit így hajlik és nem látni innen lentről, de el lehet képzelni, hogy ott kellett lenni. Ugye az olaszoknak így kellett fölmenni, a magyarok meg ott voltak fel, utána fordult a kocka, csak azok a másik oldalra akartak a magyarok fölmenni, mert ez már olasz kézbe került innen. Tehát itt is, hogyha becsapodott egy ágyulövedék, hát akkor fröcsölte szana szét a köveket. Vagy sokszor a védők azok tehát ilyen kőfalat raktak, és jött a támadó, hogy egyszerűen lerúgták a kőfalat. Mint a középkor a városon, na, mint az egri nők ugye dobálták a köveket, vagy éppen a cupákot a körökre. Itt a követ dobálták lefele a védők, akár a magyarok, akár az olaszok. Mondom, vagy csak fölépítettek egy kőhagot, és lelőttek, hogy lerúgták, akkor lezúgott a domboldalon a kő, és mindenkit vitt magával, aki ott volt alatta. Tehát mindent mellettek a védők is, meg a támadók is. Ugye a másik, a mellettel él, ez a krün mellett, ez a krünről van fényképezve, amit itt látunk. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ha valaki elvetődik erre, és a fiatalabb korosztályhoz tartozik, akkor ide menjen föl.
Tehát ez egy emberpróbáló dolog, mert hát nem muszáj fölmenni a Prüdre, van egy katonai út, amilyen oldal kellett megy, de az se könnyebb, mint fölmenni a Prüdre. Tehát itt fölmentünk a Prüdre, utána leereszkedtünk itt ezen az oldalon 2100 méterre, tehát ez a nyereg 2100 méterre van körülbelül. És utána itt van egy katonai lépcső, itt fölfele. Amit az olaszok építettek a háború során, tehát kivésték a katonák a hegyből a lépcsőfokokat. Hát mellette itt lehet látni, hogy itt tudom én, egy kilométerre szakadék. Tehát ugye azért a fal mellett mentünk fölfele, és nem a másik oldalon, az el kell mondjam. És ha fölér az ember, tehát erre a platóra, ez egy ilyen alakú hegy, majd ezt a kép, ahol látszik. Ez, a képen itt nem adja ezt vissza, ez keresztben hasonló át van furva. Tehát egymás fölötti sorokban tele van ezekkel a kavernákkal, amit ezt az olaszok fúrták a jó részét. Tehát ott éltek a katonák. Tehát itt is elfoglalják ennek az első részét, majd a másik oldalát nem tudják elfoglalni. Ott azt megvédik a magyarok, de hát nagyon írtózható áldozatok árán zajlik le a dolog. Tehát igazából itt lehet megérteni azt, ha valaki ide fölmegy, hogy milyen volt ez a magashegyi háború. Tehát, hogy mit kellett ott a katonáknak átélni. Aki ott volt, hogy kőhaloma az egész, de egy volt, a kecskék az fel voltak. Hogy hogyan jutottak fel, el sem tudom képzelni, de ott voltak fönt a kecskék, és tele volt az egész. Az egész plató tele volt kecske szarral. Tehát valami elképesztő volt. Tehát ez egy szenzációs, ugye a másik csúcs az a pleski, tehát mikor ezt elfoglalják az olasz részét, akkor oda helyeződik át a magyar védelem, ott lehet is látni az a sima hegyoldalt, ez a görgetek kő, meg ilyen por homokszerű az egész, vagy a kőpor, ami alkotja. Tehát úgy bomlik szét az egész. És hát nyilvánvalóan a másik nagy probléma volt, hogy az ide átvezényelt honvéd alakulatok, azok nem rendelkeztek a magashegyi háborúhoz, vagy a hegyi háborúhoz szükséges tüzérséggel. Tudnék, a sima alföldi lövegei voltak, a hegyek között viszont azzal nem sokra mennek, mert ugye az elég nehéz alá támogatni, hogy főfele lőjön bele, tehát ehhez a hegyi ágyuk kellenek, amelyek kisebbek egyszer, meg hát meredek röppáján tudnak lőni. Tudnék, elsőrendű fontosságú volt, hogy az elfogadt hegycsúcsokra fölvigyék az árukat. Mert igazából az volt a védelemnek a gerince, meg messze lehetett vele ellőni, vagy pedig messze hordó árukat kellett alkalmazni, amelyek 10-12 km-re el tudnak lőni. És ekkor vetik be majd, ezt is 1915 nyarán, ugye a híres Mozsár rádióját a monarchiának, a 30 és feles Skoda Mozsár rádió, ami, hát ha jól emlékszem, hogy 800-900 kilós lövedéket lőtt ki, és ahol becsapódott, ott 400 méteres körzet mindenkit megölt. Tehát akkor robban ereje volt. Most ezzel eltalálták egy hegycsúcsot, akkor lekucolták az ellenséget. Persze utána visszamentek gyorsan, akik mögöttük voltak, de ott akkor az mindent elpusztított. Tehát ennek iszonyatos robban ereje volt, viszont nagy baj volt, hogy nagyon drága volt a lőszer hozzá. Tehát ezért nagyon gyorsan rájönnek, hogy nem lehet ezzel vaktába fogtatni, és először a hadosztályparancsnok, később meg már majdnem Bécsből kellett engedélyt kérni, hogy használhassák. Tehát nagyon jelentős célpontok ellen vetik csak be ezeket. A 15 őszén leviszik őket a Dobeldói fennsíkra, ezt éppen ez a Kövér Bertának nevezett Mozsár rágyú, amit itt látunk a képen. Ezt szétszedre szállították, ugye mi baj vontatással, tehát levették a lövegcsövet, a bölcsőt, szétszedték az alsó részt, amilyen forgatni lehetett az egészet, hogy beállítani merre lőjön, és utána hát mi bajok vontatta a szegélyre, vitték az egészet. Óránként olyan 4-5 lövést tudott leadni, tehát mire megtöltően daruval kellett megtölteni, tehát nem kézzel, hanem daru emelte bele a lövedéket, meg a hüvelyt, minden. És hát várni kellett, hogy hűljön a lövegcső, a lövedék után. Tehát, és utána nem is nagyon tudták használni, hogy attól féltek, hogy beméri az ellenfél. Tehát honnan jön a lövedék, honnan, akkor oda állóztak. Tehát utána gyorsan el kellett onnan vinni. Hát pedig az nem volt egyszerű, mert hát egy hatalmas lövegről van szó. Tehát egy van belőle a környéken, a Bécsben a Tökli Múzeumban.
Meg általában egy van Bukarestbe. Tehát gondolom elhagyták ott valahogy, mikor voltak vissza. Tehát nem nagyon lehet hozzáférni. Hát azt nem tudták elvinni szerintem, de lehetséges. Tehát ez is egy felső kép a Krünn csúcsáról, amit arra látunk, hogy ott van lent az isonzó, ott folyik ott bal oldalon, ugye ez a bal oldal, a középen lévő hegy az olaszok kezében volt, meg a jobb oldalnak egy része is, hogy erre mennénk, akkor ott van a Vrata meg a Vrisit csúcs, amit az olaszok hát elfoglaltak már a háború elején. De hát így látszik a körülmények, ugye ott hátra mögött pedig már a Kranja Alpoknak a majd 3000 csúcsai láthatók, tehát ott a Szlovénia legnagyobb csúcsa is ott van a Triglav. A Honvéd hadosztályt, a 20. Honvéd hadosztályt azt nyilatkozta a parancsnoka valamikor hát, június végén, tehát azt írta a hadsereg parancsnoknak, hogy ha tovább erőltetik a hegycsúcsok elleni támadásokat, akkor a Honvéd hadosztály el fog pusztulni. Tehát akkorák voltak a veszteségek, hogy ezt nem lehet tovább folytatni, és rájönnek a monarchia vezetői, hogy katonai vezetői, hogy nincs annyi tartalék, hogy annyi embert feláldozzanak ezeknek a hegycsúcsoknak a védelmébe. Erre az olaszok is rájönnek, nagyjából, és 15. Hát, júliusától kezdve gyakorlatilag itt ellanyulhatnak a harcot, tehát folytatódnak még, de ezen a Krünntől északra fekvő szakaszon, tehát gyakorlatilag alig van a hadjárat, lövöldözik egymást, de nincsenek jelentősebb támadások már. És ekkor rendelik el, hogy a 20. Honvéd hadosztályt kivonják ebből a hadszintérről, és átviszik őket délebre, és ahogy a Kratokfiú Károly ezredes, az nagyváradi 4. Honvéd gyalogezrednek a parancsnoka volt, később ő lesz az, aki a Székely hadosztályt megszervezi 1918-19-ben. És ugye így, hogy elmegyünk innen fiai, mert vacsiklás egyekből egy szép paradicsomi vidékre, ahol mindenféle gyümölcs bőven van, szöldőfűje, stb. De azt megparancsolom, hogy semmihez sem szabad nyúlni, kérem szépen. Na most, hogy miért? A remény van meg utoljára. Ez a szép hát paradicsomi vidék, ez nem lesz más, mint a Dubeldó felső. Tehát ami hát nagyságrendekkel rosszabb volt, mint a krajnai hegyek, tehát ezt akkor még nem tudják, de hát majd hamarosan meg fogják tapasztalni ezek a katonák. Ugye délre még folytatódnak a harcok, tehát itt a Batonicától délre, tehát itt ezt a Tolmeni hitének a védelme, és ugye megkezdődik itt is az Akna háború. Ugye az Akna háború azt jelentette, hogy a szemben álló felek megpróbáltak egymás alá fúrni a sziklák között, és felrobbantani állásostól, hegycsúcsostól, mindenestől. Most ennek egy nagyon jelentős eseménye volt itt a Batonicán végrehajtott robbantás. Ugye itt van az emléke, 1917. október 24-én, szeptember 24-én, ugye látjuk, hogy 4100 kiló zselésített nitroglicerinnel robbantják fel az olaszokat. Ugye négy helyszínen, tehát ott van a kis képen ott, hogy hol voltak a magyar állások és hogyan fúrtak az olaszok alá. Ugye négy robbantás zajlik le, hát az eredmény ott van. Az a törmelék. Megdöbbentő, kérem szépen. Ilyen asztalnyi, hát meg két asztalnyi szikla tömbök, és lehet látni, hogy ott van mögötte valahol, ott bent a lyukban, ott lehetett valamilyen kavernaszerűség. Tehát itt a katonáson minden estőző robbantották az egész Rubelmáncot. Tehát valami eszméletlen látvány, ugye ott a Kobaredi Múzeumnak a táblája látható ott, amit felraktak 95-ben. És ugye ott van az, ami ott látjuk azt a csúcsot, az a Batonicának a teteje. Tehát ez a másik ilyen lejtős, az az egyik, hogy fönn voltak az olaszok ott a hegycsúcson, a magyarok még alacsonyabban lesznek. És oldalról fúrtak alá az olaszok alá, és hát robbantották föl. Persze nem volt egyszerű, mert ha az ellenfél észlelte, hogy fúrnak, akkor ő megpróbált ellen fúrni. És hogy elkezdődött a macskaegér játék lent, mert akkor tudták, hogy merre akarnak fúrni, akkor csináltak oldaljáratokat, hogy eltereljék az ellenfelet, hogy ne tudják, hogy merre fúrnak. Akkor volt, hogy csináltak kisebb robbantásokat. Tehát, hogy az ellenfélnek a vájatát berobbantsák. Tehát kisebb töltettek. És ugye akkor rémült meg mindenki, amikor abban maradt a fúrás. Mert amikor abban maradt a fúrás, tudták, hogy előbb-utóbb robbantás következik.
És ugye azt megint gondoljuk bele, hogy ott ülünk, mint katonák a szikla tetején, és tudjuk, hogy alán befeltűnünk a szikla csúcsa egyetembe. Hát van olyan hegyi Szlovéniában, ami 10-15 méter vagy 20 méteren alacsonyabb lett egy csúcs, mint ami volt. Mert vagy szétfőtt a nehéz tüzérség, úgyhogy lecsupaszította a hegytetőt, hát vagy a robbantásokkal gyakorlatilag átrendezték a telepet. Tehát egy irdatlan látvány ezek is, tele ott van benne közötte a drótkötél darabok, a felszerelés darabok megoldásoda, minden a sziklák között beszorulva. A sziklák alatt. És hát mondtam, hogy a harcok áthelyeződnek délebre, hogy amit itt látunk, az a szokásos hegyek, ugye itt elő ez a krűn, az a csúcs, itt a nyereg, itt a Batognica, ugye mondta, hogy hátrafele szépen csökken, ez a hátsó része, a nyereg maradt a magyarok kezén, meg innen egy darab, ugye itt robbantották fel az olaszokat, és megyünk erre lejjebb, ugye itt van a Sleme, és itt lesz majd erre a Mirizli a következő képen, ami megint csak egy hírhet hely lesz, a főleg a nagyváradi honvédhadosztálynak, vagy a honvéd gyalogezetnek a számára, akik itt harcolnak. Tehát ugye látjuk, hogy ott a másik simán be lehet lőni erre felére, tehát hogy itt vannak magyar csapatok fönt ezen a zöld tetőn, azokat simán tudták lőni az olaszok onnan a krűn tetejéről. Meg majd látjuk kép az Isonzó már innen, az Isonzó másik oldal is, mert ez az Isonzónak a jobb partjáról készült az olasz állásokból. Ez a kép. Tehát az olaszok ezt látták. Ugye a másik oldal ott vannak a magyarok. Ugye ezt itt nagyon jól látszik, amely részben az a kúpol, vagy a hegy ott, az a szép zöld hegy. Tehát ahol annak az oldalában voltak bent a magyarok, és az olaszok pedig mentek szépen fölfele a hegy oldalba. De most ugye hogy tudtak fölmenni? Gyakorlatilag ilyen apránként. Tehát megint oda fölfele kialakítanak valami kis mérdést, és akkor megerősítik. Viszik magukkal a homokzsákot, mert ott nem volt. Tehát viszik fölfele a homokzsákot, és mindig rakják előrébb a homokzsákot. És a homokzsáknak a fedezékébe próbálnak valami védelmet szerezni, vagy kiásni a kő közül, valami kikotorni, valamiféle teknőt, vagy árkot, meg tudnak kapaszkodni. És így bennek mindig. Vagy van egy aknarobbanás, egy tölcsér, akkor azt megszállják a tölcsért, és átalakítják ilyen homokzsákba elindítményé. És azt meg abból kiindulva tolják előre magukat. Tehát ilyen szépen lassan rágják magukat szabályosan előre fölfele ezen a domboldalon. Tehát ezek a hegyek tele vannak, tehát ha valaki elmegy, akkor az oldala tele van lövészárokkal. Már kőből kirakott meg, amit lehetett kimélyített, kirobbantott lövészárokkal, meg barlangokkal, ilyen kavernákkal, mint. Tehát ott vannak szépen, hát belőttem már a fű, de mindenhol látszanak. Van, ahol be lehet menni a kavernák belsejébe, persze nagyon nem ajánlatos, mert minden van benne, de azért legyűgöző maga a látvány. Hát körülbelül ezt látták a magyarok a Mirizli oldalából. Ugye itt vannak a lövészárkok, tehát ez a fával vélelt árok. Ugye tetőt is csináltak, mert az eső, meg a nap, meg a lepotyogó kövek ellen valahogy védekezni kellett. Mert itt is minden kő gyakorlatilag. Ugye ott, amit látunk a csikokat, azok az olasz lövészárkok. Ahogy jöttek át a Isonzón, és mindig ássák közelebb magukat a hegyhez. És utána indulnak el a hegyoldalon fölfele. Ez ugye Tolmeinnél van a Mirizli oldalában ez a kis csúcsocska. És hát, lassan a dolog végére érve, tehát itt bármilyen körülmények között voltak ezek a katonák, tulajdonképpen azért valami reménységet vagy oltalmat kerestek maguknak, és ahol csak lehetett, ott hát a lelki megkönnyebbülésük érdekében, mert hogy valamit kapaszkodjanak, azonnal vagy kápolnákat építettek, vagy valami olyan szentélyeket, ahol hát valamiféle könnyebbséget találnak. Ugye ez a barna kápolna, vagy a kaverna kápolna a Mirizli oldalában van. Tehát ott egy kavernának a mélyén alakították ki a katonák, látjuk, hogy 17-ben van ez. És ennek az érdekessége, hogy 2008-tól kezdve, 2009-től kezdve, minden évben, augusztus 3. hétvégén itt egy megemlékezés van, ahova eljönnek a Magyarországról, Olaszországból, Ausztriából, Szlovéniából, de már járnak a csehek is ide. Tehát egy több száz fős, 4-5-600 fős tömeg gyűlik össze, ahol mindig van egy emléknise, ugye megjelenik a szlovén
honvédelmi minisztériumnak képviselő, magyarnak képviselő, olasznak képviselője. Tehát egy nagyszabás ünnepség van, hogy a hagyománygyőzők jönnek korvű katonaruhákba, tehát beöltözve, tehát ezzel is megadva a tiszteletet hát az itt elesett sok-sok ezer katona számára. És hát a leggyönyörűségesebb, ami a környékén van, és szintén ezt a célt szolgálja, ugye a Javorcai Szentlélek kápolna. Ezt 1916-ban építik a katonák, egy közös gyalogezrednek, illetve közös gyalogdandárnak a katonái állnak neki építeni. Ez a Mrizli hegy mögött van egy völgyben, mert gyönyörűen tájolva, tehát egy eszméletlen helyen. Nem nagy az egész, de ez a kápolna. Ugye a katonák szabad idejükben álltak neki építeni, tehát amikor lehozták őket a hegyről, ugye pihenőre elvileg, meg rendezkedjék magukat, tehát akkor meg nyilvánvaló, hogy gyakorlatozás is ment, a szabad idejükben álltak neki a kápolnát építeni. Volt ott egy osztrák, egy bécsi építész és egy budapesti festőművész, hogy az építész tervezte meg magát a kápolnát, és hát a festőművészben így festette ki belülről a kápolnát, és az az érdekessége, hogy a kápolna belseje tele van ilyen hatalmas, mint az ablakok olyan, vagy az ajtók ilyen hát táblákkal, hogy ezek lőszeres ládák, tehát a tölcsfa lőszeres ládába kapták a katonák a lőszert, és ebből készítették el a belsejét a kápolnának, és látszik, hogy tele van írva a nevekkel. Tehát majdnem 3000 név szerepel itt a kápolna falán, ezekben az ablakokban tulajdonképpen. Ugye katonai alakulatonként, tehát föl van írva, hogy melyik katonai alakulatnak a katonájáról van szó, és ott vannak a nevek. Tehát bele vannak égetve, tehát nem írták a katonák, hanem úgy égették bele a neveket. És néhány hónap alatt, talán 2 hónap alatt készült el az egész. És hát egy gyönyörűséges látvány, tehát alapvetően a kék szín dominál, ugye ez látszik egy picit ott fönt, és ugye az oldalán a szentély két oldalán két angyal van, mint azok ülnek a szentélyt, tehát egy gyönyörű. Na hát szóval azt tudom mondani, hogy nem egy akármilyen látvány. Én azért sok mindent láttam már ilyen jellegű építményeket, de hát meg kell mondjam, hogy az én szívemhez ez a legközelebb. Nem egyszerű megközelíteni, mert ugye azt írja a könyvek, hogy hát 18 kilométerre van ugye tól, mint tól, tehát onnan kell bemenni. Na de hát ez a 18 kilométer, ez azért ember próbáló, mert egy keskeny hegyi úton kell menni, ugye mellettünk ott van a akármilyen szakadék, tehát a szemben autó, akkor valaki kell térni a kitérőknél, tehát be kell menni a völgy belsejébe, és egy körülbelül egy 20 perces gyalog, tehát nem lehet fölmenni autóval, és egy 20 perces gyalogsétával lehet elérni tulajdonképpen a parkolóhelyről az egészet. Tehát van a bejárat mellett jobb oldalt van egy harang, amit meg lehet kongatni, hát megkongatni, és beüli az egész völgyet a harangszó. Tehát amikor az ember megrángatja, hát egy gyönyörű hangja van az egésznek. Tehát egy nagyszerű, én azt mondom, hogy ide tulajdonképpen el kéne menni mindenkinek, és megnézni. És mikor ott voltunk, akkor például nagyon sok idős, hát főleg asszonyt hoztak. Tehát látom, hogy jönnek fel, tehát ahol idős embert hoztak, azok följöttek autóval. Tehát de nem, tehát mi jöttünk lefel addig, hogy 3 autó jött szembe, még balra sétáltunk le a Gergelyen, amiben lehetett látni, hogy idős emberek, főleg az idős asszonyok ülnek benne. Tehát valószínűleg még az apjukhoz jöttek, tehát a korból következően, és oda hozták a virágot. És mondta ott a srác, beszélgetett vele a Gergely, a gondokkal, hogy nem régen volt például, hogy Magyarországra hoztak egy 92 éves idős asszonyt, aki jött megnézni, hogy az unokabátyja, az unokabátyja volt, tehát oda van írva a neve a táblára. És azért hozott el magát 92 éves korán. Tehát gyönyörűen föl van újítva,
És az érdekes, hogy ezt nem pusztították az olaszok sem, amikor a világháború után ez a terület olasz lett. Megúszta a kommunista Jugoszláviát is, és a 2000-es évek után nekiálltak felújítani az egészet, és gyönyörű szépen újjá varázsolták, és ma hát egy gyöngyszem. Azt kell, hogy mondjam. És hát ezzel a mai kis hát megemlékezésnek, tájékoztatónak itt a vége. Hát, majdnem beleféltem az időbe. Kicsit hosszabb, mint egy óra. Köszönjük. És azért igyekeztem gyorsan elmondani. Tehát én úgy gondolom, hogy... Valószínűleg mennyire bejárható ez? Hát ez gyakorlatilag végig bejárható. Hát a, mondjuk a helytetőre nem lehet fölmenni a Krünre, de mondjuk a, ahonnan a kép készült, mondjuk ahol a Krün, a Schlemmer, meg a többi volt, oda nyugodtan föl lehet menni. Tehát a Kolobrad gerincre, ami Tolmeinnel szemben van. Tehát a Monte Santóra, ami majd a következő részben lesz talán benne, oda is föl lehet menni autóval. De szerintem nem egy olyan, tehát 600 métereket, de nagyjából azt mondja, hogy egy olyan 300 métert kell fölmenni például a Monte Santo Gabrielére.